Kacsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és egy beszélgetésre. Ha kávézol, hogyan iszod a kávét? Feketén vagy fehéren? Én presszó kávét iszom, egy cukorral és esetleg egy pici tejszínnel. A lényeg, hogy hason. Majdnem fehér. Ha szeretném megkérdezni, most ebben az időszakban, hogy mi a foglalkozásod, és kiként, miként dolgozol, akkor mi mindent lehetne elmondani? Több mint 35 éve a Nyíregyházi Egyetemen és jogelődjében a Bessenyei Győr Tanárképző Főiskolán dolgozom. Annak idején még tanárnőképzőnek is nevezték, mert ugye a hallgatólányok többen voltak. És ez volt az első munkahelyem, sőt, hogyha hozzáadjuk, hogy ott végeztem 1982 és 86 között, akkor azt is elmondhatom, hogy magyar-orosz szakon, hogy az első munkahelyem, az első tanulmányi helyszínem, és hát nagyon úgy tűnik, hogy onnan is fogok nyugdíjba menni, úgyhogy utána fogok nézni majd az egyetemen, hogy volt-e még hasonló kolléga, aki ott végzett és egész életét ott dolgozta le, és onnan ment el nyugdíjba. Jelenleg a Nyelv és Irodalomtudományi Intézetnek az igazgatója vagyok, és a 9. éve, és harmadszor pályáztam meg ezt a státusz, pozíciót, azért, mert nagyon jók a kollégáim, másképp nem tettem volna természetesen meg, és 35 éve tanítok magyar nyelvészetet, szinte minden tantárgyat, még a nyelvtörténetet is, mert az egy kicsikét nehezebb nekem is. Azt lehet mondani, hogy ugye te nem csak az általad megtartott órákon foglalkozol ezzel a tudományterülettel, hanem az elmúlt évtizedek hozadékát, ahogyan itt látjuk, nem csak az elismerésekre gondolok, hanem a kiadványokra, a könyvekre. Úgy hiszem, hogy ezek a szabadidődet is igénybe vették az elmúlt időszakban. Egyrészt igaz az állítás, ugyanis ha valaki a felsőoktatásban tanít, akkor a munkájának egy része a tanítás, ezért nincs annyi órája, mint egy közép vagy egy általános iskolai tanárnak, tehát hogy publikálnia, kutatnia kell, másrészt pedig hát előbb-utóbb az embernek a szenvedélyé válik. Ugye azt szoktam mondani, hogy folyamatosan online üzembódban vagyok, mert az új szavak, a neologizmusok az elsődleges kutatási területem, ezekből született meg már 3 szótáram, és hogyha újságot olvasok, akkor nem tudom megtenni, hogy ne szakítsam ki, ha találok egy új szót, hogy szövegkörnyezettel együtt meglegyen, vagy ha hallok, úgyhogy lyukasra olvasom az újságot, vagy ha hallok egy szót, akkor nehogy ne írjam föl, tehát fölírom, nem hagy nyugodni a dolog, de természetesen ezen kívül szívesen végzek más munkát is évek során. A legújabbak, hogy a helyi Nyíregyházi Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak vagyok az alelnöke, úgyhogy előfordulok középiskolákban, rendhagyó nyelvtanórákat tartok. Nagyon jó, hogy látom ezt a korosztályt is, nem csak a hallgatókét. Aztán egy országos nemzetközi szervezetnek, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának vagyok az alelnöke, és ehhez kapcsolódóan a Magyar Nyelvőr folyóiratnak az egyik szerkesztője. Talán ezek így a legfontosabbak jelen pillanatban. Fiatal srácként már el lehet köteleződni ebbe az irányba, vagy volt valaki, aki miatt esetleg ez jutott az eszedbe, hogy ezt az irányt választ? Köszönöm szépen a kérdést, ugyanis többször meghívtak középiskolákban, hogy másokkal együtt, például egyszer Nagyidai Gergővel, színésszel, a Kossuth gimnáziumban, hogy meséljünk arról, hogy hogyan alakult ki a sorsunk, hogyan alakult a pályánk. És hát azt kell mondani, és ez talán Kisvárdán a Bessenyei gimnáziumban is mondtam, hogy aggodalomra soha semmi ok. Tehát én először is 4-esre érettségiztem magyarból. Másodszorban a legnehezebb nyelvészeti szigorlaton, Bahát Laci bácsi tanár úr, Isten őriz emlékét sokáig, meg mi is, 4-esre szigorlatoztam, semmi nem dőlt el.
és úgy kialakult. Az kétségtelen, hogy érdekes volt, hogy én a magyar nyelv hetének minden előadására elmentem, érdeklődtem, és annak idején a kollégiumban kezdtem, ott dolgoztam 3 évig, és akkor Mező András tanár úr volt a tanszékvezető, és a Pálné Lakatos Ilona a tanárnő mondta, hogy kérdezzem meg tőle, hogy nincs rám szükség véletlenül. És akkor elmentem Mező tanár úrhoz, ő neki mindig egy fogpiszkáló volt a szájában, így mondta, tanár úr, jönnék. Jó, Karcsi. És akkor kérdezem, biztos? Karcsi. Ha egyszer azt mondtam, és hát azóta vagyok a tanszéken, nagyon sokat kellett tanulni, emlékszem, bementem a könyvtárba, és valósággal leizzadtam, hogy ennyi könyv, és én még ezeket mind nem olvastam el, és én most itt tanítani fogok. De azért sok hallgatóval találkozom, aki régebben végzett, megkérdeztem, hogy nagyon rossz volt-e a helyzet, de talán nem. Kisvárda tudott-e ehhez az irányválasztáshoz valami komolyat hozzátenni? Kisvárda alapvetően a Bessenyei György gimnázium, oda jártam, ott sem voltam kitűnő tanuló, tehát ez nem jelent semmit, kinek hogy alakul az élete. Ott inkább az emlékek kötnek ahhoz, nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza a magyar tanáraim órájára, például Bakajsza András tanár úréra, aki valójában, ami manapság szlogen, vagy hívószó, vagy reklámszó, hogy élmény alapú órát tartsunk. Na hát ő tényleg a közvetlenségével, az egyszerűségével, a mesélőkedvével nagyon szívesen emlékszem az irodalom óráira. A nyelvtant annyira nem tanultuk, de ez nem jelent semmit, bár manapság azért szoktam mondani, hogy kicsit basszankodom, amikor azt mondják a hallgatóim, hogy a X vagy Y középiskolában nyelvtanóraért is irodalom volt, akkor azt szoktam mondani, hogy ha egyszer lett volna, hogy 8. után jönnek ide, akkor jobban benne van a fejükben, semmi baj, megtanítjuk ez a dolgunk, hiszen nem csak az okos gyerekeket kell tanítani, hanem akik kevésbé felkészültek, de mindenki el tudja végezni, ez a célunk a Nyíregyházi Egyetemen, és aztán elhelyezkedjen tanárként, amiből előbb-utóbb egyre nagyobb hiány lesz. Mitől függ az vajon? Lehet, hogy erre is születni kell, hogy valaki ragyogó legyen nyelvtanból, és itt most korosztálytól függetlenül, tehát akár általános iskola, akár középiskola, vagy mehetünk ugye tovább is a korosztályok tekintetében, hogy valakinek nagyon-nagyon jól megy, és valaki pedig bármit tesz, nem működik. Nem tudom pontosan erre a választ, de azt tudom, hogy bármi, amit csinálunk, ahhoz nem kell türelmetlenül viszonyulnunk, a gyakorlat, a gyakorlás. Tehát az, hogy ha valaki tanít valamit, akkor az egyre jobban elmélyül, egyre jobban tudatosodik benne, elkezd vele foglalkozni, és akkor időnként, ha úgy se tesz, mint aki kocog, ez most magamra vonatkozottatom, vagy esetleg biciklizik, és akkor úgy eszébe jutnak gondolatok, sőt, valamikor hajnalban eszembe jutnak dolgok, amikor nem alszom vissza, és akkor fel kell írnom a kis éjjeli szekrény mellett lévő kis fecénre. Tehát a gyakorlat teszi a mestert, sokkal okosabbak nem lehetünk. Most volt éppen Budapesten a Szabó Ervin könyvtárban a Magyar Nyelvőr folyóiratnak a történetét bemutató, kötet bemutató, ezt én, erről én mondhattam néhány szót, és köszönettel fogadtam, az egyik jelenlévő mondta, hogy hát az tetszett az előadásom, hogy olyan természetes volt. És mondtam neki, ez nem természetes, hogy természetes, ez nagyon sok munkagyakorlás kell. Ezért is mondom, tehát kiállni, beszélni az emberek előtt, hozzászokni ahhoz, hogy csak egy kis fecnit viszek magammal, és a kulcsszavakat írom föl. Ezért mondom, hogyha az középiskolában valakit szóban feleltetnek, az legyen boldog, hiszen egy icipici lépcsőfokot megtett, hogy a kommunikációja csiszolódjék, jobban boldoguljon a világban, jobban tudja elintézni a dolgait, és ha még ezzel is foglalkozik, akkor meg az külön jó. Amikor ezt az irányt választottad, és ide jöttél hallgatóként a Nyíregyházi Főiskolára, akkor mi szerettél volna lenni? Tanítani szerettél volna? Igen. Hadd mondjam el azt, érdekel még, hogy még idézőjelben roncsam a helyzetemet, hogy én orosz szakra jöttem, tehát az orosz volt a másik.
ugyanis hát a középiskolában, gimiben én voltam a idézőjelben az orosz zseni, tehát hogy mindenkinek én csináltam meg a házi feladatát, és így választottam hozzá a magyart. Tehát még azt sem mondhatnám, hogy rögtön a magyar szak volt az elsődleges, hanem akkor az orosz, és akkor ez hozott arra a döntése. Na és egy másik dolog, amit mondani akarok, hogy soha nem lehet sablonokat előre készített, gyártott paneleket alkalmazni. Tehát tudom, hogy a mai fiatalok megszervezik, tudatosan építik a karrierjüket, stb. Na most ennek sajnos én ellent kell, hogy mondjak. Nem az, hogy sodródtam a világgal, csak hogy akkor igen, a tenyerén hordozott a Jóisten, szerencsés voltam. Tehát úgy kerültem a főiskolára még akkor állásba, hogy a kollégiumban pont egy helye felszabadult, és akkor alkalmaztak. Aztán úgy kerültem a tanszékre, hogy pont volt egy üresedés. És nagyon sok esetben, hát nem mondom, hogy a predesztináció, tehát az eleve elrendelésben hiszek, de nagyon sok esetben jól alakult a sorsom, és manapság pedig, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy elterveztem, már túl vagyok azon, mert tudom, hogy lehet, így lesz jobb. Akkor lehet, hogy azt se sejtetted, hogy meg fog jelenni. Szerintem a 90-es években már kijött az első kis könyved, ez a kis füzetecske, és aztán a következő, és aztán a következő, mert nem hiszem, hogy ezt így előre tudja sejteni az ember. Milyen érzés volt azt a kis zöld füzetet, kis könyvecskét a kezedbe venni, mikor elkész? Természetesen csodálatos. Mindenből az első a legszebb, nyilvánvaló. Az első csóktól az első szerelemig. Érdekes a története, mert Finnországból jöttünk haza repülővel, és a Nyíri Múzsák kiadónak a vezetője is ott utazott azon a gépen. Valamilyen küldöttségben voltunk ott, és én a repülőn oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy elképzelhető lenne az, hogy a helyi labban megjelent cikkeimből egy válogatást kiadjanak, és ez megjelenjék. És hát akkor igennel válaszolt. És azután pedig következtek az új szavak köteteim, igen, amelyek folyamatosan alakultak ki. Nemzeti Kulturális Alappályázata támogatta mindig, ugye, mert ahogy szoktuk mondani, a legjobb ihletadó forrás a határidő, tehát hogy valamit el kell időre készíteni. És hát a neologizmusoknak a rendszerezése, illetve a nyelvi norma alakulása, tehát a mai magyar nyelvújítás kötetem, a rendszerváltás, normaváltás kötetem, aztán a változó szókincsünk, ez utóbbi az úgynevezett a habilitációmnak, tehát ez a következő tudományos fokozatnak az alapjául szolgált, ezt nyújtottam be, illetve akkor erről tartottam magyarul előadást, és finnül is. Nagyon érdekes volt, hogy finn-magyar, magyar-finn szótár csak középméretű volt, és ugye az új szavakat, hogy fordítják az idegen nyelvre, és volt, hogy egy egész napot eltöltöttem, hát talán lehet, hogy ez nem, de például a selfie bot, hát lefordíthatjuk tükörfordításban, de ez nem biztosíték, hogy van finnül. És azt az előadást akkor finnül tartottam meg. Ez a nyelv mikor kúszott be az életedbe? Ez is nagyon érdekes volt. Mentünk orosz szakosként részképzésre Oroszországba, Szovjetunióba, Vlagyimirba, és szerintem már elévült, mert 40 éve volt. Hát fiatalok voltunk, ennyit mentségül, és vittünk ki trapper farmerokat, ha valaki az 50 pluszosok korosztályában ismeri ezt, és hát azt boldogan megvették ott a diákok, és hát bocsánat, nagyon sok pénzünk lett, úgyhogy az egyik barátom javaslatára úgy döntöttünk, hogy hazajövünk, és nyáron elmegyünk, megnézzük a nyelvrokonainkat, és elutazunk Finnországba, és Helsinkiben egy kempingben szálltunk meg, mert azért annyira nem volt sok, hogy egy Ritz szállodában, vagy egyebütt. És utána hazajöttünk, és Révai Valéria tanárnő ott tanított tanszéken, és akkor mondta, hogy járjunk ilyen speciális kollégiumra, szó szerint a kollégiumban zajlott, tanuljunk finnül. És akkor elkezdtük négyen, és én maradtam meg, azért, mert hívtak többször tolmácsolni, de azért aki tolmács, az jól tudhatja, hogy az egy gyilkos munka. Tehát van egy megfogalomra négy szó,
és abból én három szinonimát ismerek, és a negyediket nem, akkor már rögtön baj van. De nagyon jó emlékként maradtak meg, és nagyon sokat kellett akkor tanulni, készülni. Hát volt stressz. Ki tanított benneteket? Révai Valéria tanárnő. Ja, ő tanított, és kétféle éván át tanultunk tőle, és aztán én rögtön ilyen mélyvízbe ugrottam, aztán voltam kint Kuopióban, egy nyári nyelvi táborban, és aztán többször tolmácsolni, múltkor összeszámoltam Erasmus úttal, ha jól emlékszem, 12-szer voltam Finnországban, hogy Helsinki, Kuopió, természetesen Nyíregyháza testvérvárosában, Kajániban, sőt Rovaniemiben, a Mikulás hazájában is voltam. És milyen ott kint lenni? Milyen ott kint lenni? Hát megint csak, ne, tehát bocsánat, a műsorszínben nagyon jó, fekete-fehér, de az élet sohasem fekete-fehér, hanem mindig átmenetekkel vagyunk tele. Természetesen a legutóbb, mikor voltam, és hogy 10 órakor kelt fel a nap, mert pont télen voltam, az egy kicsit nyomasztó volt. De az, hogy végre térdig érő hóban gázolhattam, és az a csodálatos táj, az nagyszerű volt. És bárki egy nyelvet megtanul, akkor az együttal egy népet, egy kultúrát is megismer, és valóban nekem nagyon sok példát adott a finneknek a természet szeretete, a megfontoltsága, a sajátos humora, például egy karikatúras sorozat készült el, nem tudom, magyarul készült el már ilyen, hogy milyenek a finnek, és akkor rajzok. Egy szakad az eső, és az egyik buszmegállóban áll egy finn, és a másik nem áll mellé, hanem inkább mellett áll és ázik. Tehát, hogy egy kicsikét tartózkodóak, távolságtartóak, de ettől függetlenül, tehát nagyon szép ország, a rengeteg tó, nyáron is voltunk akkor talán még szebb, és a finn-magyar barátság, ugye, ami egyesület formájában most is működik Nyíregyházán, azért bizonyos fokig megmaradt, ha nem is annyira intenzívebb, mint korábban. Talán mondhatom, hogy most ezen a felvételen, ahol ugye három kamera van jelen, téged ez annyira nem zavar, hiszen valamiféle megszokás már van az életedben, hiszen ha lehet mondani, a média valamennyi formájában kérdeznek téged, mondod el a fontos tudnivalókat, tájékoztatod a befogadó közönséget. Az imént említetted, hogy a helyi labban megjelent írásaid. Akkor most beszéljünk elsőként erről, hiszen szerintem ez lehetett a legelső megjelenés. Így van, nagyon örülök neki, hogy lehetőségem volt erre. Ezek az úgynevezett nyelvművelő írások, azt azért hadd mondjam el, megint csak egy kicsikét így idézőjelbe borzolva a kedélyeket, hogy ezt a nyelvész szakmában nem feltétlen fogadja el mindenki, mert lenézik a nyelvhasználattal foglalkozó írásokat, és csak a nagyon kemény tudományos írásokat számítják. Azt se, abba se vágjunk bele, hogy a tudományos fokozat mi mindenem múlik. Valószínűleg nem nekik írtad, hanem igen. Nekünk. Na de hát Vizier Szilveszter volt az első akadémikus, aki azt mondta, hogy a tudományt mindenkor a nagy közönség szolgálatába kell állítani, és jelen esetben akkor is tulajdonképpen különböző nyelvi problémákat, jelenségeket írtam meg. Lehet, hogy egy kicsit vaskalaposabban, mint most, szigorúbban, mint most, de hát ez egy természetes dolog. És a mai napig is a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda alapító tagjaként valamikor két héten keresztül adok választ, ez egy ingyenes szolgáltatás, és körülbelül múltkor összeszámoltam, hogy mivel heti váltásban vagyunk, néhány kollégával, nem sokan, valamikor egy évben 800 vagy 1000 kérdésre is válaszolok, és ez azt jelenti, hogy annyiszor utána is kell nézni, nem mindig megy egyből, és persze nagy többségében helyesírásiak ezek a kérdések, de mégiscsak vannak nagyon nehéz kérdések, és nagyon jól tudnak válaszolni. Tehát a napi lapokban, aztán most már több országos lapnak is írok, itt is ugye természetesen ihletadó forrása határidő, tehát be kell osztanom, hogy az Interpress magazinnak, vagy a kultúra.hu-ra kell most írni, vagy a Magyar Nemzetnek. Maradjon így. Igen, igen, végül is az az érdekes, hogy egy-egy nap van, amikor az úgy szó szerint megszáll valamilyen angyalka, és 10 téma eszembe jut, hogy meg kell írni. Egy
lényeg, hogy ezt föl kell írni, vagy ha kerékpározom, akkor rá kell mondani a telefonra, mert elfelejtem. Ez egy kicsikét problémát jelent. Tehát, hogy és a Magyar Televíziónak az édesanyjelvünk műsorában, illetve a Kossuth Rádió édesanyjelvünk műsorában azért tudok vállalni szerepléseket, mert ez egy óriási adatbázis. Ez a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának a kérdésfeleletei, már 35 ezer, ha jól emlékszem, kérdés és válasz olvasható 15 vagy 16 éve működő honlapfelületünkön. Az imént említetted, hogy van, hogy 8-10 téma is eszedbe jut, nekem pedig erről az jutott az eszembe, hogy elképzelhető, hogy egy téma, amiről mondjuk 15 éve írtál egy remek anyagot, ha most felmerül az a téma, lehet, hogy nem is ugyanazt kell már leírni vele kapcsolatban. Tökéletesen látod a dolgot, pontosan erről van szó, tehát egyrészt más nyelvi példákkal tudom illusztrálni, másrészt pedig én is másképp gondolkodom róla, harmadrészt sokkal több a háttértudásom, tehát nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretem a hallgatóimat, tisztelem őket, és remélem ez viszont is megnyilvánul, és nekik is mondom mindig, hogy az egyértelmű, hogy minden majd kialakul, tehát sokat kell tanulni, nyitottnak kell lenni a világra, nem csak egy témával foglalkozni, és ez a háttértudás, ez a rengeteg információ, az beépülhet például egy tanárnak a mindennapi kreatív munkájába, hiszen ha egy tanár azon kívül, hogy tisztességgel korrektül elmagyarázza, leadja az alanyagot, picike, ebbe is kell egy kicsi spiritualitás, különlegesség, hogy jaj, emlékszel arra tanára, mi volt a szokása, de szerették nagyon, tehát, hogy így is egyéniségek legyenek. Na, visszatérve a lényeg az, hogy igen, újraírok cikkeket, sokkal másképpen, nem haragszom magamra, hogy akkor csak ennyit tudtam róla, mert ez egy természetes dolog. Maradva a médiánál, most a printről, vagy ma már az onlineról, én szeretnék áttérni egy kicsit a televíziós műsorokra. Mikor volt először olyan, hogy ilyen tudományod terén ismeretterjesztő kisfilmbe, műsorba kérték azt, hogy a tudásodat add, és ugye jelenleg is zajlanak ilyen felvételek. A legelső nagyon jó barátom és kollégám Balázs Gézának a műsorában a Duna Televízión volt még a helyesírás, vagy utána a szótár, és emlékszem, tehát ezt is azért mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy micsoda dolog az, hogy izgul, igen, először izgulni kell. Az Őrsvezér terén, ott a nagy áruház tetején egy Libri könyvesboltban voltunk, és emlékszem, hát én nagyon-nagyon féltem, legalább 10 voltak. Tehát szerkesztő, operatőrök, hangmérnök, és még nem tudom ki mindenki, és akkor rettenetesen izgultam, és akkor kezdődött, hogy Balázs Géza rendszeresen meghívott ebbe a televízióba. Aztán volt egy helyi rádió, amelyikben sorozatom volt, vagy 4-5 évig havonta egyszer egy-egy nyelvi jelenséget kiválasztottunk, és ez azért volt nagyon jó, mert ott volt lehetőség, hogy kimenjünk a helyszínre. Ugye bocsánat, hogy egy kicsikét már belelátok a szakmába, nagyon jó vágóképeket lehetett készíteni, és például amikor a filmcím fordításokról beszéltem, akkor a ma már nem létező Krúdi moziban voltunk, és odaálltunk egy plakát elé, és akkor az tényleg egy olyan környezet volt, ami erősítette a tartalmat. És ahogy mondtam, mostanában az M5 televíziónak, illetve ha bármikor megkeresnek, akkor csak a határidőnaplomat kell elővennem, és készséggel állok mindenki rendelkezésére. Jók ezek egyébként, jók, mert amikor elmondok valamit, akkor, ja, és az nagyon fontos, hogy ez megint egy természetes dolog, hogy az esetek 90%-ában nem vagyok elégedett magammal. Tehát ha az írásokat nézem, még ott azt a szót ki kellett volna cserélni, vagy azt nem így, de ez természetes. Szerintem tehát is. Az ember ezekkel is nagyon sokat tanul, mert elmondja, és erre jó a tanítás is. Hogy amikor tanítom, akár a hallgatók is mondanak új gondolatokat, vagy nekem, ahogy kérdez, hogy ő ezt nem érti, és akkor eszembe jut, hogy tényleg, hát ezt ebben a összefüggésben még nem mondtam. Na hát, hogy akkor van-e időm, hogy leírjam? Nem tudom. Mindenesetre mostanában az szokott lenni, hogy több az ötletem, mint az időm. És már nem izgulsz annyira. Nem. És ez nagy valószínűséggel ugye
magabiztosságot is sugall, és ez szerintem sokkal meggyőzőbb is már a befogadó közönség felé. Igen, ehhez hadd tegyek egy dolgot, azért nagyon fontos, hogy jó, hogy mondtad ezt a magabiztosságot, igen, de minden magabiztosságot, minden nagyszerű dolgot alázattal kell elfogadni. Ez nem kérdés. Tehát az a lényeg, hogy amikor valaki, mondjuk nálam a feleségem, hála Istennek, hogy egy picit fel akarok emelkedni a földtől, úgy húha, rögtön leránt és helyre tesz. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Igen, én ezt a tudományra értettem feltétlenül, hogy nagy valószínűséggel nem fogsz úgy zavarba jönni, hiszen már olyan nagyon beleástad magad, illetve alkottál is. Milyen időközönként lehet például új szavakból egy-egy gyűjteményt kiadni? Egyébként számomra döbbenetes, hogy ilyen vastagságban időről időre, tehát hogy ennyi új szavunk gyűlik össze. Köszönöm a kérdést. Egyrészt hadd mondjam el, mindig a tiszta igazságot kell elmondani. Nagyon sok szó egyrészt alkalmi, tehát egy picit az érdekessége miatt került be a szótárba, másrészt pedig valóban nem tudhatjuk, hogy mennyire maradt fönn, bekerül-e a köznyelvbe, a közbeszédbe. Ezek a megjelent szótárak olyan 5-6-7 évente jelentek meg, és már kéziratban kész van a negyedik rész is, csak még most nincs rá idő, mert éppenséggel azon, hogy egy tanulmányt fogok írni egy hallgatómmal a helyesírás mozgószabályáról, ezt most nem részletezem, mert ez nagyon szakmai, be kell fejeznem egy nyelvi helyesség és stílusgyakorlatok munkafüzetet, meg egy érettségizőknek magyar nyelvtan tételekből, és emellett persze az írásokat kell produkálnom, de amint egy pici időm lesz, akkor most már a negyedik kötetet is feltétlenül meg fogom jelentetni. Hála Istennek a Tinta könyvkiadó az mindig is mögém állt és partner volt, és csak egy dolog, hogy mindenki figyelti mától kezdve, hogy szinte naponta gyarapodik a szókincsünk okos előtagú összetételekkel, amiben az okos nem azt jelenti, hogy nagyon eszes, hanem az, hogy digitális alapú és több funkciós. Tehát maikori tulajdonképpen. Hát amit most elmondtál az alapján, akkor én szeretném megköszönni, hogy időt szántál nekem erre a beszélgetésre, hogy be tudtad ezt suvasztani a programodba. Kettőt mindenképpen szeretnék még kérdezni. Az egyik az, hogy a munkáid nyilván nagyon hasznosak a hallgatók számára is, tehát nagy valószínűséggel ezek a kutatásaikhoz, a tanulásukhoz nagy segítséget jelent. Így van? Igen, amikor lehet, akkor egyrészt ajánlom, vagy lefénymásolok egy-egy írást, beépítem az órába, hogyha például a szóalkotási módokról tanulunk, akkor az új szavakat, burka plusz bikini, burkini, tehát például a szó összerántása is sorolhatnám tovább, és maga az, hogy esetleg 90 perces az óra, és akkor eltelik 45 perc, és akkor már látom, hogy kókadoznak, na akkor beszéljünk valami másra, és akkor vagy az, hogy most voltam az édesanyja nyelvünk verseny országos döntőjén Sátoraljaújhelyen, vagy ott mi történt, vagy milyen nyelvészeti rendezvény volt, vagy megkérdezem, vagy mondom nekik, hogy akkor most tessék, 5 perc panasz percek következik, tessék panaszkodni, és mondják el, hogy mi a gondjuk, és akkor egy kicsit úgy felélénkülnek, és hát azért 90 percig jegyzetelni, meg figyelni nyilván nem könnyű. De akkor ott van tehát a könyveid utóélete, ami borzasztóan hasznosnak mondható. A másik, amit szerettem volna, tehát egyrészt kijelenteni, hogy ugye azon túl, hogy tudományosan a hallgatók, meg hát nem csak a hallgatók vehetik kézben nyilván ezeket a könyveket, hanem bárki, akiben felmerül egy olyan kérdés, hogy itt választ tud találni, de hogy a te munkádat elég széles körben ismerték már el, és én szeretném a felsorolás jelleggel elmondanánk, hogy mi mindent tudtál elhozni ide hozzánk. Hoztam fotókat, azért azt hadd mondjam el, mert a legfontosabb, hogy 3 fiam és 4 unokám. Gratulálunk. És hát természetesen a feleségemmel most már azt hiszem végig jóban, rosszban együtt leszünk. Egyébként tehát van egy törzsgárdolt levél 35 éve, tavaly volt 35 éve, hogy a Nyíregyházi Egyetem dolgozója, oktatója vagyok, aztán a Nyíregyházi Egyetem tudományért, művészetért
kitüntetését kaptam meg. Legutóbb a Prima díj jelöltek között voltam, amit nagyon köszönök az egyetemnek, hogy rám gondoltak és felterjesztettek magyar tudomány kategóriában, de, és ez nem baj, egyáltalán így volt nagyon helyes, mások kapták meg a Prima díjat, én Nyíregyháza város külön díját kaptam meg, ami tényleg nagyon nagy elismerés. Idézőjelben szokták mondani, hogy gyütment, de hát 18 éves korom óta mégiscsak itt élek. Nagyon szeretem ezt a várost, például csodálatos az új Szindbád rendezvénytér és az a park, illetve hát naponta, mivel közel lakom, megnézem esetleg a sóstói tavat, hogy nem lopták-e el, tehát boldogan jövök ide, mert ez tényleg egy kincs. Ezen kívül például, amit Kóopióban kaptam egy kis oklevelet, hogy részt vettem, hát olyan, mint a pirog, olyannak a sütésében, csak az a más benne, hogy halat sütöttünk bele. De természetesen nyelvet is tanultunk eközben. És a Bessenyei György gimnáziumtól kaptam több oklevelet, Bessenyei Akadémia tagja vagyok, és még néhány van közötte. Most ünnepi időszakban beszélgetünk, és én szeretném megkérdezni, hogy elmondod nekünk finnül, hogy boldog karácsonyt? Hüvely joulua. És azt el tudod mondani, hogy boldog új esztendő? Ja, onnellista utta vuotta. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.